Szerintem 100-ból 100 embert, hogyha megkérdeznénk, hogy mi az, amire igazán kíváncsi karácsonnyal kapcsolatban, akkor biztos azt mondaná, hogy vajon fehér lesz-e a karácsony. Na most ennek járunk utána, állandó időjárás előrejelzőnkkel Bakota Zsoltival. Szia Zsolti, jó estét kívánok! Szia Elina, és köszöntöm a televízió nézőket, és szép estét mindenkinek! Na mielőtt megtudnánk, hogy jó híreket vagy rossz híreket hoztál, azért beszéljünk arról, hogy az elmúlt időszakban már láttuk a telet, ahhoz képest, hogy korábban csak január-február környékén havazott, most azért elég szép mennyiségű hó érkezett, viszont nem volt kedves az időjárás, mert gyakorlatilag a hóesés után egyből jött egy havas eső, ónos eső, majd eső, és gyakorlatilag el is tűnt pár nap alatt ez a hó. Azért nagy mennyiség volt az átlaghoz képest, nem? Mindenképpen, hiszen múlt héten szerdán érkezett egy frontrendszer, és még a frontnak a déli ágán képződött egy mediterrán ciklon is, mely tulajdonképpen meghozta ide is az igen nagy mennyiségű havat. 25-30 cm vastag hóréteg borította be a múlt hét közepén végén a Kékestetőt. Hát érdekességként megemlíteném, hogy Budapesten a Normafán ettől is nagyobb mennyiség volt, 45 cm, sőt néhol, ahol még a szél egy picit jobban összehordta a havat, hát bizony a fél métert is elérte a hóvastagság, igazi mesebéli hava. Vastállyal találkozhattunk ott is, ám ahogy mondtad, nem tartott sokáig, hiszen már is érkezett előbb a légkör magasabb légrétegeiben az enyhülés, majd a talaj közelébe, és ez a hó tovaillant, elszállt, útját felváltotta az ónos, majd a havas eső, illetve az eső, és ahogyan én érkeztem ide, ámulva-bámulva néztem tulajdonképpen, hogy micsoda belvízzel elöntött területek vannak itt a közelbe. Tehát azért ez, ahogy haladunk felfele Budapest felé, nem annyira jellemző, de itt egyre rosszabb a belvízhelyzet, akárhogy nézem. Itt, aki a patakparton sétált, esetleg az látta, hogy iszonyat mennyiségű patak zúdul most le, úgyhogy valóban nagy mennyiségű volt most sajnos az eső, és hát természetesen a csapadék is. Nyilván ez egy kicsi lendületet adott mindenkinek, hogy jó, akkor már volt hó, akkor hát, hogyha karácsonykor is lesz hó, de beszéljünk, hogy szentestéig még mi az, ami vár ránk, lesz-e még hó előtte? Nagy valószínűséggel nem, hiszen kitart a nyugatias, délnyugatias légáramlás, és ezeken a légpályákon a sok éves december közepi, illetve december második felében elvárt klimatológiai átlagtól magasabban fognak alakulni a délutáni órákban a hőmérsékleti viszonyok, melyek a mostani időszakban nagyjából ilyen 2-3 fok környékén kellene, hogy alakuljon. Hát bizony tapasztaltuk már az előző napokban is, hogy ezt az értéket bőséggel túlszárnyaltuk, és hogyha nézem a hosszú távú előrejelzéseket, valamint modellfuttatásokat, akkor bizony azt lehet elmondani, hogy a hétvégén, illetve a jövő hét elején akár 10 fok feletti délutáni hőmérsékletek is várhatóak, és bizony ezek a hőmérsékleti értékek a még hosszabb távú előrejelzéseken is elég biztosnak tűnnek. Pedig most azért, amikor esett a hó is, volt egy időszak, amikor fagypont fölé alig ment szinte a hőmérséklet. Ez így igaz, ez múlt héten csütörtökön és pénteken volt jellemző, hogy nagy területen csak fagypont közelében, sőt inkább az alatt alakult a hőmérséklet a délutáni órákban, és hát ennek köszönhettük mindazt, hogy hófötte tájjal találkozhattunk több helyen. És egyébként még mindig mielőtt rátérünk, hogy fehér lesz a karácsonyunk, nagyon sok rekordot döntött, erről már beszélgettünk is a Mátra, a csapadék mennyiségében, viszont hogyha jól tudom, akkor novemberben is rekordot döntött, tehát hogy ott esett a legtöbb csapadék, és akkor is több, mint átlagban egy hónapban szokott. Így igaz, hiszen a novemberi sok éves átlag alapján, amit már többször is beszéltünk, nagyjából ilyen 40-45 mm körül van a havi csapadék mennyiség, és bizony két-két és félszerese is lehullott a csapadéknak, de voltak olyan területek, kisebb körzetekre korlátozódva, ahol ennek a mennyisége a háromszorosát is meghaladta, úgyhogy egy igen csapadékos november, sőt tulajdonképpen, ha picit visszább tekintünk, októbernek is lehettünk szemtanúi, amikor is ugye volt ez az ominózus rekordunk a 30,3 fokkal. Hogyha egy picit előre tekintünk, akkor most érzékeltük ezt, hogy voltak mínuszok, most megint jönnek a 10 fokok, tehát elég össze-vissza ez az időjárás. Hogyha évekre előre megyünk, akkor ez tendenciává válik egyébként, hogy a télbe is egyszer pulcsiba rohangálunk, utána pedig sálsapka, nagy kabát kell? Elképzelhetőnek tartom, hogy igen, és most vissza is dobnám neked a labdát, vagy illetve feltennék egy kérdést. Tavaly ilyenkori állapotokra mennyire emlékszel? Hát halványan megvan. December 19, reggel -5, -10 fok közötti hőmérséklet, napközben fagypont alatti hőmérséklet, néhány nap múlva reggel 5-10 fok közötti hőmérséklet, délután 12-18 fok, mindez december 24, tehát a két időintervallum között 5 nap telt el, és hirtelen télből csappantunk bele a tavaszba, pont karácsonyra. El fog tűnni teljesen a tél szerinted? Hát erre nem tudok épp kézláb magyarázatot, illetve választ adni, de viszont, hogyha megfigyeljük az előző évek tendenciáját, akkor könnyen megállapíthatjuk, hogy a tél sokkal inkább valamikor
márciusban és néha áprilisban villantja meg magát olyan szinten, hogy az megszégyenítő. Volt ámblokk egy ilyen helyzet idén is, április 4-én, amikor is tényleg telet megszégyenítő havazás alakult ki hazánk legnagyobb részén. Na és akkor, amire most mindenki nagyon-nagyon kíváncsi, jó híreket mondjál. Légy szíves, milyen lesz az időjárás karácsonykor? A mostani állapotok alapján, bár még van bizonytalansági faktor a helyzetben, nem kell számítani, illetve sajnos nem számíthatunk fehér karácsonyra, esetleg a hegyvidéki területeken van arra esély, de az is ilyen minimális 0-15% közötti tendencia, hogy esetleg hófőttetállyal találkozhassunk, de síkvidéken szinte most már biztosra vehető, hogy az idei karácsony ismételten csak a feketesség és a szürkeség jegyében telik. Köszönöm ezeket a fantasztikus válaszokat. Nem ebben bíztam egyébként. Akkor mondd meg, hogy mit tegyünk, hogyha fehérbe szeretnénk karácsonyozni. Hát, hogyha fehérben szeretnénk karácsonyozni, akkor fel kell vásárolni egy rakat műhót, és akkor... és akkor megoldjuk, és akkor meg is oldjuk a fehér karácsony. De hogyha egyébként csak magának az otthoni díszletnek szeretnénk megadni a hangulatát, illetve feelingjét, akkor szerintem egy-két tubus műhóspray elég, befújjuk vele a fánkat, és akkor már is egy fehér karácsonynak lehetünk szemtanúi a meleg lakásunkban. Hát figyelj, jövőre visszavárlak ugyanebben az időpontban, és akkor már jó híreket hozzá, légy szíves. Rendben, de szeretnék hamarabb jönni, mint jövő december 13. Lehet, hogy fogsz biztosan. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, a rossz hírek ellenére is. Köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, holnap is ugyanebben az időpontban várjuk Önöket, viszontlátásra!